táncoltak és énekeltek a Mérki óvisok azon a szeptember elejé ünnepségen, amelyet annak alkalmából rendeztek, hogy kívül belül korszerűsödött az intézmény épülete. Megújultak a csoportszobák, új szigetelés padlót, ablakokat és világító testeket kapott az óvoda, felújították a tetőt, és a tornaszoba is új köntösbe öltözött. Egy 11 eszközből álló új játszóteret is átadtak ősz elején Mérken. Ugyancsak a közelmúltban készült el egy urnafal a településen. November végén pedig a temető infrastruktúrájának fejlesztését adták át. Egy új kerítés épült a régi megrongálódott helyett, emellett egy földutat is leköveztek. A közösségi házban közben energetikai korszerűsítés történt. Nyílászárókat cseréltek, új járólapokat fektettek le, festettek, és a tetőszerkezet is megújult, napelemeket helyeztek el rajta. Tervekből a jövő évre vonatkozóan sincs hiány. Két tervünk van folyamatban lévő, amire pályázatunk nagy része már meg is valósult. Papírformátumban egyrészt a ravatalozónk tetőszerkezetének restaurálása, illetve még egy körös út felújítása, illetve teljes útszakasz megépítése, ami az Adi utcát képviselni. Ezek 30-30 millió forintból a Magyar Falu program keretében készülhetnek el. Ugyancsak a közeljövőben valósulhat meg az önkormányzati épület fűtő-hűtő rendszerének korszerűsítése. A polgármester évértékelőjében beszámolt arról is, nem okozott nagy gondot a koronavírus járvány a településen. Én azt gondolom, hogy egy felelős lakossággal élünk együtt, akik természetesen betartják az adott tilalmakat, szabályokat. Én azt gondolom, hogy ha ezek a szabályokat, illetve az oltásokkal folyamatosan részt vesznek, és megpróbálják a közösséget úgy megvédeni, saját családjukat, saját közelükben lévő személyeket. Én azt gondolom, hogy így talán ezzel is sikerült megvédenünk a lakosságot, hogy nem volt akkora létszámú betegség, illetve halálozás, ami az országot máshol jellemzi. A nagy községoltópontja a néhány éve elkészült orvosi rendelőben működik.